Tanyagondoki feladat nagyon összetett dolog. Reggel beszállítjuk a gyerekeket az iskolába, óvodába, bölcsödébe, este hazaszállítjuk őket. Most éppen ebédet szállítunk az időseknek, gyógyszert váltunk ki nekik, kiíratjuk a doktornőnél a receptjeiket, bevásárlunk nekik, elintézzük nekik az ügyes-bajos dolgaikat, mindenféle, hát olyan, amihez nem kell személyesen nekik a polgármesteri hivatalba vagy bárhova befáradni, azokat megcsináljuk nekik, segítünk nekik kitölteni mindenféle papírokat, amit csak lehet. Házkerés, ami olyan munka van, azt is segítünk elvégezni nekik. Mindent, telefonjukat főtöltjük nekik, tehát ami csak olyan, hogy mi meg tudjuk csinálni, azokat elintézzük nekik. Beszállítjuk őket orvoshoz, vagy a doktornőt hozzuk ki hozzá, tehát ez mindig a helyzettől, az adott helyzettől függ. Jó napot! Jó napot! Amutám, meghoztam, amit küldött Erzsike. Jó. Na, én csak a vajat meg a margarint vettem. Jó. A többit Erzsike vette. Jó van. Jó, én azért mondom, hogy abból raktam a visszajárót, a többit majd Erzsikével majd intézik, jó? Jó. Jó. Na, rendben van? Rendben. Akkor jó étvágyat. Roland volt itt, azt mondja, hogy hát lett-e valami más bajunk. Azt mondta, most tette vissza a kaput. Ja, láttad, hogy kaput. Hát, láttam, hogy ki volt dőve. Kidűjtötte a szél. Tehát arra még nincs villany? Nincs. De itt maguknál hát van? Nincs. Nincs itt se villany? Itt sem nincs villany. De én olyan jót aludtam az éjszaka, hogy az este nem tévést. Jó fényt aludni a tévé néki. Ide figyelj, világos volt majdnem, mikor lefeküdtünk, és reggel világosan ébredtem föl. Végül is a tanyagondoki szolgálat egy biztonságot is ad az időseknek, mert minden nap rájuk nézünk, a hétvége kivételével azért, amikor hozzuk az ebédet, mindig látjuk őket. Ha valami olyan problémájuk van, tudnak nekünk szólni, ha a doktornőt kell hívni, ha bármi olyan bajuk van, akkor létezik egy riasztó rendszer a tanyákon, amit ha az idős megnyom, akkor az jelez központba, és akkor jövünk ki hozzájuk, mert az bármilyen problémánál lehet, ha rosszul, hát a betegség, ha betörés esetén, hogyha valaki be akar menni hozzájuk. Egy olyan riasztó rendszer, amelyik nem ott riaszt, hanem egy központba. Tehát ha valaki be akar menni, az nem hallja azt se, hogy riasztott az idős. De jó napot! Itt az ebédje, hogy jó, tedd le! Ne rakom az ebéd, hazott! Tanítottam, hogy így kell, én így kell ne betartani az illemet. Menj az utcán folyvás szépen, ne állj meg minden lépésen, tarts egyenes célod felé, ne tekinges minden felé. Ne firkálj a házok falára, sem kerítések oldalára. Ha embert lát, előtte térj ki, emberséggel köszönj néki. Ha jóra intasz, megfogad, ha elbocsát, hagyd meg magad. A tanyagondoki munkához tartozik még a civil szervezetek támogatása is. A nyugdíjas klubnak a föllépésére is szoktuk a nyugdíjasokat szállítani, a gyerekeket versenyekre, vetélkedőkre, tanulmányi versenyekre, és nem utolsó sorban a sportkörnek a labdarúgó csapatát is szoktuk szállítani a versenyekre.
és még a judó szakosztálynak a kisgyerekeik is szoktuk vinni versenyekre.